Lezárult a Zöldvár Szigetvári Várpark revitalizálás című projekt. A Baranyai Város egy 340 milliós TOP pályázatot nyert el a történelmi helyszín felújítására. A plusz költségek miatt ráemelésre volt szükség, így a kormány 50 millió forinttal egészítette ki a beruházást. Az átadó ünnepségen Nagy Csaba országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos fejlesztés valósult meg. Nagyon fontos dolognak ítélem meg, hogy elkészült ez a 393 millió forintos beruházás, hiszen ez tökéletesen ki tudja egészíteni azt a beruházást, ami hamarosan átadásra kerül, ami vár felújítását, belső megújítását, illeti, hiszen ez egy 1,5 milliárd forintos projekt, egy új kiállítás is fog nyílni, és a kettő együtt tulajdonképpen új színbe fogja feltüntetni a szigetvári várat, mint turisztikai látványosságot. A munkálatok során a várpark teljes területe megújult. Építettek két pavilont, ahol a turisztikai egyesület kapott helyet, de vendéglátó egységként is működnek. Egy játszóteret is kialakítottak, megszépült a csónakázótó és környéke, valamint új utcabútorokat helyeztek ki. A futás szerelmeseinek is kedveznek, ugyanis egy rekordtán futópálya is épült. Az ünnepségen az is kiderült, hogy folytatódik a Nemzeti Kastély és Vár program. Szakmai előkészítés alatt van a Magyarországon a Kastély és Várprogramnak a második üteme. Ebbe úgy tűnik, hogy a szakmai javaslat alapján ismét bekerülhet Szigetvár, és a hiányzó fejlesztési ütemeket szeretnék majd ebből megvalósítani, ha és amennyiben majd a kormányzat elfogadja ezt a programot, és az uniós pénzek is a magyar kiegészítésekkel együtt meg fognak érkezni. Addig a megújult várparkban is eltölthetnek időt a látogatók. A közel 8 hektár nagyságú területen a gyermekek és az idősebb korosztály is megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot.